Szeretettel köszöntöm Önöket, mai vendégem példaképen dr. Solt Ágnes, az Országos Kriminológiai Intézet munkatársa. Szia Ági! Szia! Nagyon Szia. Szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Köszönöm, megtisztelő felkérést. Egy első hallásra egy elég komoly helyen dolgozol, az Országos Kriminológiai Intézet, azon belül is ugye a bűnözés kutatással és elemzéssel foglalkozol egy elég komoly osztályon. És hogy a külső erről nem árulkodik egy törékeny nő, aki egy ilyen nagyon komoly területet vizsgál. Volt-e valamilyen előzménye annak, hogy egy ilyen komoly helyen fogsz dolgozni, ilyen komoly dolgokkal fogsz foglalkozni doktorként, PhD-ként, családodban, illetve a közvetlen környezetedben, gyermekkorodban, ami esetleg predesztinált volna arra, hogy neked ez lesz mondjuk a pályád? Hát... Ilyen nagyon kézzelfogható előzményt, ezt nem tudok úgy mondani a családomra visszavezetve. Uh-huh. Tehát nem foglalkozik kutatással senki a családomból. Saját magamra, meg hogy hol voltak ennek jelei, uh-huh. tehát mondjuk 3-4 évesen, amikor először megkérdezték, hogy mi akarok lenni, akkor kincskereső akartam uh-huh. lenni, amikor rájöttem, hogy ilyen sajnos nem létezik, akkor viszont kutató. Amikor még nyilván nem tudtam, hogy van ilyen, hogy bűnözés, kutatás, de hogy mindenképpen ez a kíváncsiság hajtott. És aztán az egyetemen szociológia szakra jártam, ott végeztem, és ott már a deviancia szakirányt választottam, és igazából mindig, tehát nagyon korán, kamaszkoromban, sőt még gyerekkoromban is valahogy az a kérdés érdekelt nagyon, vagy hogy az hogy van, hogy az emberek miért rosszak, vagy miért választanak olyan utat, ami aztán senkinek nem jó. Szóval ez az egész kérdés, nem is annyira pont csak a bűnözés, uh-huh. de hogy ez a jó útról letérés, vagy uh-huh. ilyesmi. De hát ugye azért tudható, hogy a gimnázium közben, utána azért a média területe, a grafológia területe is érdekelt. Uh-huh. De hogyan jöttek ezek képbe? Hát ezek mind ilyen hobbik voltak igazából a kamaszkoromban, meg korábban. Eleinte én írni akartam, meg uh-huh. nagyon sokat írtam, és újságíró akartam lenni, ilyen oknyomozó újságíró. Uh-huh. Igazából aztán valahogy így annak nem volt annyira a presztízse, meg nagyon sok ilyen volt, és valahogy úgy eltávolodtam ettől. Az érdeklődésem megmaradt, kb. Azonos érdeklődés, mint akkor volt, csak valahogy nem abból az irányból akartam közelíteni. De nagyon érdekelt, ez a tömegkommunikáció szakra jártam a gimnáziumban, ami borzasztó sokat adott, és egy nagyon... Mm. Tényleg, melyik gimnáziumban? A Szent László gimnáziumban jártam, a Budapesten, 10. Mm-hmm. kerületben van, és ott volt egy teljesen országosan egyedülállóan egy tömegkommunikáció szakirány, ahol megtanítottak minket rádiózni, újságírni, fotózni, de úgy is, hogy előhívni, nagyítani, tehát uh-huh. hogy mindent, és filmezni, és hát kis filmeket csinálni, uh-huh. és abban az időben hát ez volt mindenem, meg hát mindenkinek egyébként, aki ebbe az osztályba erre a szakirányra járt. Csak de aztán hát, nem maradt meg akkor. Nem maradt meg. Voltak nálam tehetségesebbek uh-huh. minden téren, tehát a rádiózásnál is mindenben úgy szerintem viszonylag jó voltam, jól teljesítettem, de nem emelkedtem ki, és azért volt annyi önkritikám, hogyha nem emelkedek ki, akkor lehet, hogy nem az én utam ez. A grafológia az is valahogy, az is ezzel a kutatással van a kapcsolatban, hogy hogyan van az, hogy az ember írásképéből következtetéseket lehet levonni a személyiségére vonatkozóan, ez nagyon tetszett nekem, és akkor éveken keresztül egyébként teljesen autodidakta módon uh-huh. 9 évig foglalkoztam ezzel, mindenféle könyvet beszereztem, és utána be is iratkoztam a Grafológia Intézetbe, amikor már volt, mert azt megelőzően kezdtem el ezzel foglalkozni, de hát az csak abból nem lehet megélni, tehát hogy az nem volt igazából ilyen fő. Nem nyújt biztos egzisztenciát ezek szerint? Ez a terület? Hát az, hogyha valaki grafológus, uh-huh. azzal úgy önmagában, hogy hol tud elhelyezkedni, nem tudom. Olyan volt nekem is, hogy megbíztak, és akkor készítettem egy-egy íráselemzést, de hát biztos néhány ember ebből meg uh-huh. tud élni, aki olyan, mert régóta ezt csinálja, megvan uh-huh. a kapcsolati hálója.
De hát én egy, nem, 18 évesen voltam, szóval... Igen. Minden esetre azért észrevett, hogy a kutatás és az elemzés, ez a kutakodás, kíváncsiskodás és a dolgok mögé nézés az, hogy mindig része volt az életednek. Igen, azt hiszem, hogy ez az, ami állandó, ez a miért, mi az oka, honnan indul, miért van így, mi lesz belőle. És az elsődleges családi kör, az hogyan fogadta tulajdonképpen ezeket a mozgolódásaidat, kutatásaidat, azt, hogy aztán végül is mi legyek, merre menjek, az érdeklődéseddel hogyan viszonyultak? Hát nekem van egy matematikus gyógypedagógus végzettségű anyukám, uh-huh. és egy villamosmérnök végzettségű apukám, uh-huh. akik egy nagyon szép családban neveltek minket föl az öcsémmel, és abszolút támogatták mindenféle tanulási igényemet, vagy szándékomat támogatták. Annak már kevésbé örültek, amikor az egyetemen a szociológia szakirányok közül a devianciát választottam, de az még mindig orvosolható lett volna, ha aztán nem megyek el erre a területre, ahol konkrétan a bűnözést kell kutatni, uh-huh. és a mindennapjaimban folyamatosan szembesülni kell a bűnelkövetőkkel, a fogvatartottakkal, a börtönvilággal, a másrészt az áldozatokkal, azzal, hogy miket tesznek emberek, és hát a bűnnel. Tehát ezt már ennek így annyira nem örültek, különösen. És az emberben azért nyilvánvalóan előjönnek azok a régi típusú attitűdök, hogy ez mégis félelmet keltő emberekkel, uh-huh. környezettel találkozol, és hát vajon ennek a gyermeknek ne legyen baja. Persze, tehát ez alapvetően a féltés uh-huh. volt, hogy egyrészt miért kell annyi szörnyű helyre eljárni, hogy fogod te azt tudni feldolgozni, mit tudsz vele kezdeni, másrészt meg, hogy jaj, nehogy bántsák a kislányomat. Igen. Ez megvolt, meg ez azt hiszem a mai napig megvan. Igen, és akkor a szociológia volt tulajdonképpen az, és azon belül az az irány, ami ráhelyezett végleg erre a pályára akkor? Hát a közvetlen szakmai előzmények tekintetében igen, abszolút uh-huh. igen. Hát ott megtaláltam ez a deviancia szak, uh-huh. szociálpszichológiája szakirány volt. Uh-huh. és amiket ott kellett nekünk olvasgatni, meg uh-huh. ott kellett terepkutatásokat csinálni, az nagyon-nagyon lekötött és felpörgette az anyamat mindig, úgyhogy mindig volt még kérdésem, úgyhogy ebbe beleragadtam. Uh-huh. És akkor a munkaerőpiac akkor így a tanulmányok után hogyan alakult? Hát hol kezdtél, és akkor hogyan épült fel az, hogy végül is most akkor a kriminológiai intézetben dolgozol? Hát az úgy történt, hogy amikor már a diplomámat megszereztem, akkor már volt egy kisfiam, az első kisfiam az megszületett, 5 éves voltam, amikor megszületett, egy tervezett gyerek volt, és akkor vele otthon maradtam uh-huh. 2,5 éves koráig, és akkor utána mentem a Bűnmegelőzési Akadémiára, ahol kaptam egy állást, egy ilyen félig tudományos, de igazából inkább ilyen, hogy is volt a neve, hogy nem kutatói osztály volt az, csak valamilyen kutatásszervezési uh-huh. osztály. Tehát, uh-huh. hogy ilyen érintőlegesen volt ott, és aztán uh-huh. az osztály meg is szüntették, és el is kerültem onnan, és akkor ezt követően, illetve még ott elkezdtem egy kutatást a fiatalkorúak börtönében, fiatalkorúakkal, bűnelkövetőkkel készítettem életútinterjúkat. Egy fél éven keresztül minden nap, napi szinten jártam börtönökbe, és beszéltem velük, és akkor ott elkezdtem ezt propagálni, ezt a kutatást, hogy hát most, hogyha engem innen kirúgnak, akkor ennek nem lesz vége, pedig hát nézzék meg, mennyi minden van benne, és akkor így megbízási szerződése még ott tovább foglalkoztattak egy kicsit, de már csak ilyen külsősként, és amikor ennek a kutatásnak vége lett, akkor utána rövid ideig dolgoztam az Igazságügyi Minisztériumban, de akkor már kiszúrtam magamnak a kriminológiai intézetet, uh-huh. hogy na ez az a hely, ahol tényleg bűnözés, tényleg kutatás, ezzel lehet foglalkozni, viszonylag nagy szabadsága van az embernek, és egy teljesen biztos munkahely. Nagyon tetszett minden, tetszett a vezetőség, tetszett az egésznek az eszmeisége, meg minden. Úgyhogy akkor oda így az utcáról igazából beadtam egy motivációs levelet, meg az önéletrajzomat, hogy milyen jó lenne, hogyha lenne esetleg egy hely, akkor én oda milyen szívesen mennék. Uh-huh.
És akkor behívott az akkori igazgató, aki a Virág György volt, aki most az igazgató helyettes egyébként, egy pszichológus jogászember, és elolvasta a szakdolgozatomat, ami a családon belüli erőszakról szólt, mondta, hogy jó, jó, két, kérdezett még hármat, és mondta, hogy jó, ő tőle nyugodtan, tehát szerinte oké lennék ide, de egy darab hely sincs, és egyébként se vesznek fel nem jogászt, úgyhogy viszontlátásra. Uh-huh. És aztán eltelt pár hónap, és utána felhívott, hogy na most van egy kivételes alkalom, amikor esetleg, ha most jelentkeznék, akkor lehetséges, hogy. Uh-huh. És akkor így lett. És akkor viszont, igen, akkor én pont kaptam már máshol munkát, konkrétan a minisztériumban, és volt, kaptam 3 hónap gondolkodási időt, ami igazából ott a próbaidő volt, és annak a lejártával akkor már egyértelmű volt számomra, hogy akkor irány az intézet. Hála Istennek, a mi nagy örömünkre, ugyanis a beszélgetés elején azért azt nem tisztáztuk le, hogy neked miért is van Tolna megyei kötődésed. Mert hát ugyebár jobbára Tolna megyei példaképeket szoktunk behívni. Tehát ebben a minőségedben, mint tudományos munkatársa ennek az intézetnek, hát most azt hiszem talán 3. Uh-huh. alkalommal jársz Tolna megyében, főleg rendészeti dolgozóknak, rendészeti területen dolgozó munkatársaknak tartasz előadásokat, illetve beszámolókat, tájékoztatókat a munkádról, és az elemzéseidnek az eredményeiről. Igen, és nekem ez nagyon fontos, meg nagyon-nagyon örülök mindig, hogyha hívnak Szexárdról, mert különösen ez a párosítás, hogy egyrészt ugye itt mindig szó van a romákról, a cigányságról, másrészt meg a rendőrségről, hogy hogyan kezeljék a micsodát, hogyan álljunk hozzá, mi a probléma, hogy kéne megoldani, ez egy borzasztó fontos kérdés, és nagyon tetszik az itteni nyitottsága, hogy ehhez viszonyulnak, és tényleg nagyon-nagyon jónak tartom ezt a előadás sorozatot igazából, ami most már évek óta igen. tart. És még mielőtt bárki azt gondolna, hogy ez egy ilyen nagyon elméleti munka a tiéd, azért beszéljünk egy kicsit, sőt, hát a időnk engedi, ne is olyan kicsit, tulajdonképpen a kutatásaidról. Tehát ami leginkább nekem tetszik a te munkádban, az, hogy az elméletet azt tudod, azt így különböző kutatási, meg elemzési paramétereket így összeállítjátok, és akkor kimész a terepre, kimész az emberek közé, kimész a településekre, a helyzetekbe, az eseményekbe, vagy akár egy fogvatartási intézetbe, és többek között te magad ezt saját magad jelenlétével ezt felméred, lekutatod, lekérdezed a dolgot, és akkor hát aztán jön az elemzési része. De hogy ez a gyakorlati része, ez az elméleti sík mellett nagyon ott van, hogy erről beszélnél egy picit nekünk, hogy hol főpontokat, hogy hol kutattál eddig, milyen témában? Hát először is még annyit mondanék ehhez a módszerhez igazából, amit mondtál az elemzéshez, kutatáshoz, hogy ugye vannak ezek az empirikus kutatások, ami azt jelenti, hogy lemegyünk a terepre, és ott megnézzük, hogy mi van, és nem csak számokból, adatokból, papírokból, tanulmányokból dolgozunk, hanem ténylegesen visszanyúlunk a valóságba. És nekem mindig az volt a bajom a statisztikai adatokkal, hogy annyira semlegesen és távolságtartón mutatják be a dolgokat, hogy az már nem is az a dolog, amit bemutatnak, és nem is ér el az emberhez. Uh-huh. És hogyha mondjuk azt mondjuk, hogy a szegénység az egy veszélyeztető tényező a kriminalitás felé, akkor ezzel gyakorlatilag semmit nem mondunk, nem jelent semmit. Egy sztereotípia, ami mögött nyilvánvalóan van igazság, de hogy konkrétan hogyan, konkrétan mi az, nem olyan valótlan az egész, vagy hogy nem tudja megfogni az ember, hogy mi. És azt akartam, hogy olyan kutatási eredmények szülessenek, amikor az embereknek tényleg az érzékei is be vannak indítva, hogy egy kicsit úgy érezzék, hogy ez nem egy elméleti valóságtól elrugaszkodott valami, hanem hogy ezek mögött, a számok mögött konkrétan mi van. És azért nekem nagyon... Egyszerű emberek is megértsék mondjuk egy szám mögött, az ok-okozati összefüggés. Hogyha bűnözésről beszélünk, vagy a romák helyzetéről, vagy a hátrányos helyzetű társadalmi csoportokról, hogy hogyan generál önmagában egy szegénység, mondjuk áldozattá válást, vagy elkövetővé válást. És ezt szerintem így te magad tudod legjobban megfogalmazni, mert valóban a statisztikákból az egyszerű hétköznapi ember, és én is, mint laikus,
Hát igazából megmondom őszintén, el sem olvasom. De egy ilyen előadás után, amit te tartasz, és ezt így megvilágítod, képekkel és a te kiegészítéseddel, hát csak a döbbenet, hogy milyen számok vannak egy börtönben, egy romatelepen, egy akárhol. Igen, szóval az egyik fel mindenképpen az, hogy nagyon fontos az, hogy a kutatási eredmények, meg hogyha bármi új kiderül, vagy bármi van, az annak van egy üzenete, akkor az menjen át az emberekhez, azokhoz az emberekhez, akiket ez érint, akiknek dolguk van ezzel. És nem csak egy szűk tudományos közeghez, akik mondjuk arra használják, hogy megtanulják az egyetemen, és levizsgáznak belőle. Ez az egyik, igen, ami miatt érdekes nekem. A másik pedig egyszerűen az, hogy folyamatosan én magam is keresem az okokat, hogy például, hogy miért követ el egy ember gyilkosságot, mondjuk többször egymás után, és hogy mi az, ami oda vezette őt, és aztán mi lesz vele, és hogy tud együtt élni ezzel a tudattal, hogy ő például gyilkos. És egy csomó ilyen kérdés, és igazából ezekre úgy tudtam meg a választ, hogy oda megyek, és megkérdezem őket. És oda megyek a cigány sorra, és megkérdezem, hogy ti hogy éltek. És igazából ez volt mögötte, és rengeteg életútinterjút készítettem emiatt, és mindig nagyon fontos volt, hogy azokkal az emberekkel beszéljek, akikről utána beszélek, és nem csak azt tudjam elmondani, hogy mit tudom én, ma Magyarországon a börtönök telítettsége 134%-os, és hú, de nagyon tele vannak a börtönök, és milyen rossz, hanem hogy ez konkrétan mit jelent a gyakorlatban. És hogyan fogadnak ezek az emberek, mert ugye sokszor azt mondják, hogy azt talán könnyebben fogadják, akiről vélelmezik, vagy valóságban is úgy van, hogy valamilyen szinten közülük való, tehát mondjuk egy cigány soron egy cigány, egy fogva tartott, mondjuk egy volt elítélt el, vagy hát, de hogy egy olyan, aki igazából célcsoporttal nincs közvetlen érintettségben magánéletileg, hogyan fogadnak egy ilyen megkeresésnél, hogy mondjuk interjút akarsz készíteni egy börtönben, vagy egy telepen? Hát igen, ez egy két külön kategória egyébként, és a kérdés az teljesen jó, meg jogos. A börtönökben úgy volt, hogy én 17 évvel ezelőtt mentem be először börtönbe, akkor még egyetemista voltam, és egy kutatásban vettem részt, és kérdőívet vettünk föl fogvatartottakkal. Az volt az első börtönélményem. Ez elég volt ahhoz ez a kutatás, hogy valamennyire hozzászokjak az egyébként elég eldermesztő és borzasztó börtönvalósághoz, a szagokhoz, a hangokhoz, ezekhez az elég... Tehát, hogy már ne rettenjek meg ne rezzenjek össze minden egyes mondjuk zárkarcsörömpölésre, vagy rácskattanásra. Aztán ezután volt az, hogy a fiatalkorúakhoz mentem egyedül. Akkor be voltam dobva a mélyvízbe, voltam 20 pár éves, úgy néztem ki, mintha éppen csak, hogy 18 lennék, és akkor bementem ezek közé a 14-16 éves fiúk közé, akik ott töltötték a napjaikat. Az elég gyorsan, szóval, hogy ez borzasztóan erős inger volt, persze nagyon sok mindent éltem akkor át, nagyon nehéz volt. Hát akkor ott első körben ugye az volt, hogy örültek neki, hogy egy fiatal lány, aki bejön és foglalkozik velük, és kíváncsi rájuk, és azért ott kaptam hideget, meleget, meg ott nagyon sok mindent megtanultam. Igen, tehát ez volt így az alap, ez volt gyakorlatilag a beavatás, viszont ezt követően már megtanultam a nyelvezetet, megtanultam a börtönszlenget, értettem, hogy miről beszélnek, hogy mi mit jelent, és a későbbiekben úgy tudtam elkezdeni beszélgetni a fogvatartottakkal, hogy 3 perc alatt kiderült nekik, hogy abszolút képben vagyok azzal, hogy mi van körülöttük, velük, stb. Úgyhogy most már például az egyáltalán nem kihívás, hogy beszélni egy fogvatartottal úgy, hogy partnernek tekintsen. Hát az a cigánytelepekre bemenni, az nem egyedül voltam ott, hanem egy kollégámmal, egy fiú kollégámmal, mert hát egyedül egy nőnek oda bemenni nem annyira kívánatos szerintem. Próbáltam azt is, de hát elég gyorsan eljöttem.
Hát ott nagyon óvatosan kell. Ott igazából az volt az első, hogy valakit kellett találni, aki úgy nyitott, és akkor... Kulcsembert meg kell találni a abszolút, közösségben. Igen. És akkor aki gyakorlatilag bevezet, vagy legalább valahova bevezet, akkor ott már látják, hogy tulajdonképpen én nem akarok semmi rosszat, sőt, és akkor is szépen lassan, de hát annak időt kellett adni, meg azért nagyon sok helyen voltunk, és nagyon változó tapasztalatok vannak, de ez mondjuk nagyon nehéz idő volt, és minden, vagy nagyon nehéz munka volt, és minden egyes telep előtt, ahol először mentünk, akkor az komoly mentális rákészülést igényelt, hogy mert az azért két élő volt nagyon. Tehát amikor mondjuk így pénzosztás után mentünk, egy nagyon összetartó, nagyon zárt olácigány közösségbe, például Borsodban, akkor hát akkor ott nagyon csúnya a fenyegetéseket kaptunk azonnal, és el is kellett jönni. Mert hát igen, mert ugye ilyenkor az ember megtestesíti a hivatalt, a hatóságot. Igen, és akkor igen, tehát hogy bemegyek, és akkor én vagyok a fehér, az, aki mondjuk az önkormányzat, vagy nem tudom, tehát a hatalom, abszolút, rendőrség. Az összes, akire haragszanak, és amikor éppen mondjuk segélyosztás után többször van az, hogy többen kerülnek ittas állapotba, és nem annyira kontrollálják magukat, akkor kifejezetten veszélyes helyzetek tudnak lenni. Megvoltak a veszélyei, de ezek szerint megérte. Persze, hát túléltem. Mennyi idő, mire feldolgoztok mondjuk egy ilyen kutatást? Az elemzési rész az körülbelül... Hát az nagyon változó, attól függ, hogy mekkora kutatásról beszélünk. Hogyha mondjuk ezt a... Hát most keresek egyet, mondjuk. Tehát mondjuk mindegy, nagyságrendileg 1-2-3 év, de mondjuk van olyan kutatásom, amit már 7 éve csinálok, és még legalább 7 évig fogok, mondjuk ez egy ilyen hosszú távú, longitudinális vizsgálat, ami azt jelenti, hogy visszajárunk, és évről évre, illetve hónapról hónapra, így van, követjük nyomon a változást, fejlődést. És arról is beszélve, hogy azért te valamikor több kiló nyiratanyagból is dolgozol, tehát ha nem épp igen. terepen vagy, igen. akkor mondjuk nyomozati anyagokból igen. próbálsz valami produktumot kihozni, valami eredményt, valami tanulságot. Igen, tehát vannak olyan kutatások is, amik nem úgy zajlanak, hogy terepre megyek, és akkor beszélgetek az érintettekkel, hanem úgynevezett aktavizsgálat, amikor mindenféle iratból, nyomozati, bírósági, ügyészségi anyagokból egy-egy bűneset kapcsán dolgozunk, és ilyenkor az aktát elemezzük, és az az akta van, amikor 20 karton doboznyi egyébként. Igen. Jó, így a műsor vége felé megkérdezni még, hogy most mi az a terület, ami leginkább lekött téged, mi az, amivel most foglalkozol, és milyen eredményeket várhatunk, illetve mikor? Hát, amivel most teljesen frissen foglalkozom, és azt hiszem, hogy a legfontosabb, az a gyermekvédelem. És most konkrétan egy olyan kutatást végzek idén többek között, ami a kiskorú veszélyeztetése, ami azt jelenti, ugye, hogy amikor gyerekek olyan közegben vannak, ahol bármiféle veszély fenyegeti őket, bántalmazzák, elhanyagolják őket, rosszra csábítják, ilyesmi, és ilyen bűneseteket dolgozok föl. Ez egy 2 éves kutatás, az első év első felében vagyok, és nagyon ígéretesnek tűnik, tehát nagyon sok megdöbbentő eredmény van már most, és várható nem annyira jó, mármint nagyon sok kifejezetten borzasztó adat születik, hogyha az ember ezeket elemzi, de mindig abba bízok, és afelé próbálok orientálódni most is, hogy átvigyem a képzésbe, és azok az eredmények, amik most megszülettek, hogy az igazságszolgáltatás szereplőinek, ha ezt visszatükrözöm, akkor majd ezt az ítélkezési gyakorlatba például a bírók bele tudják, tehát fel tudják használni igazából. Tehát van esetleg esély, hogy a kutatásoknak az lesz az eredménye, hogy vagy a jogalkotói, vagy igen. a jogalkalmazói kör ebből beépít valamit igen, a szabályozásba. Igen, ez már most is és van. És megjelenik a mindennapjainkban az, amit te kifutottál, feltártál. Hát igen, én meg a kollégáim, én igen. Van. De alapvetően most ez ami már az elmúlt évben is erről szóltak a kutatásaim, meg idén is, hogy egy-egy jogintézményt megkutatni, a visszásságait, és akkor
valahogy együttműködni a bírókkal, ügyészekkel, rendőrökkel, hogy hogy lehetne jobban működtetni a rendszert, ami nem működik jól. Igen, hát most jön az a fázis, amikor a vendégeimtől szoktam kérni egy üzenetet, amit itt hagy nekünk, de én szeretnék eljött most kérdezni tőled, hogy ugye tudom, van 3 gyermeked, és hogy róluk egy picit, hogy mekkorák, mit tanulnak, és hogy szánsz-e nekik ilyen nagyon nemes hivatást, mint a tiéd? Hát én szánnék nekik nemes hivatást, de mondjuk az enyémet nem fogják szerintem követni, illetve a két kicsi még elég kicsi. Van egy 3,5 éves lányom, meg egy majdnem 5 éves kisfiam, és van egy 15 éves fiam is. No, gratulálok hozzá. Köszönöm szépen, és a 15 évesnek már van annyi a fejében, hogy el tudta mondani, hogy nagyon, nagyon örül, hogy ezt csinálom, nagyon respektel érte, biztos, hogy semmi köze nem lesz ehhez. Viszont hát olyan szavakat tanultak meg már egészen kicsi korukban, ilyen 3-4 évesen, hogy amikor visszahallom azokat tőlük, akkor egy kicsit úgy elgondolkozom rajta, hogy jaj, mire nevelem én ezeket a gyerekeket, mert ilyen jogi, meg egyéb szakszavakat. Már szakfogalmak rájuk. Abszolút, tényleg, szóval. Igen, de hogy hát alapvetően meg szerintem az a legfontosabb, hogy úgy nekem az a legfontosabb, hogy a közönyt, meg az elutasítást azt valahogy így hanvába elfolytsam bennük, ha esetleg van, és hogy ez a pozitív odafordulást, meg a lelkesedést, kíváncsiságot próbálom mindig így jutalmazni, meg mert szerintem azt hiszem az a legnagyobb érték. Igen, és egyébként ez még tökéletes volt üzenetnek is, és végszónak is. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Gratulálok a munkádhoz, pályafutásodhoz, a sikereidhez. Remélem, hogy Tolna megyében mi nagyon sokszor találkozunk veled. Gyermekeiddel együtt neked is nagyon sok erőt, egészséget kívánok. Önöknek is köszönöm, hogy itt voltak. Kérem, tartsanak velem legközelebb is a példaképekben, itt a Tolna Táj Televízión.